Következő videóban a tápvonalakkal, vagy más szóval a tápvezetékekkel foglalkozunk. Ez egy rendkívül lényeges elmélet, az úgynevezett tápvonal elmélet csatlakozik. A tápvonal elmélettel nagyon hasonló formában fogunk foglalkozni, mint például ahogy azt tettük a villamos gépekkel vagy a transzformátorokkal. Tehát a legfontosabb elektrodinamika szempontjából fontos összefüggéseket fogjuk tárgyalni, azonban a technikai jellegű megoldásokat és kérdéseket például itt a mikrohullámú technika témakörébe fogjuk sorolni. A téma iránt mélyebben érdeklődőknek javasoljuk Istvánffy Edvin Tápvonalak, antennák és hullámterjedés című könyvét például. A tápvonal elmélet előtt célszerű két modellcsoportot megkülönböztetni. Az egyiket mindenki nagyon jól ismeri, úgy hívjuk, hogy koncentrált paraméterű modellek. A másik, amelyekkel a következőkben fogunk foglalkozni, és voltak éppen az elektrodinamikában végig ezekkel foglalkoztunk, az úgynevezett elosztott paraméterű modellek. Koncentrált paraméterű modell például a mechanikából egy lejtő leguruló kis autó vagy golyó, teljesen mindegy, hogy annak milyen kiterjedése, mérete van, azt egy tömegponttal helyettesítettük, és azt mondtuk, hogy rá például egy lefelé irányuló M-szer G erőhat. Nem foglalkoztunk semmi egyébbel, ez egy pontszerű mechanikai test volt, gyakorlatilag úgy hívjuk, hogy koncentrált paraméterű modell. Villamosságtanból legegyszerűbb elemünk, ugye az ellenállás U egyenlő R szer I igaz rá, ami az Ohm törvény, tehát rajta eső feszültség és a rajta átfolyó áram között az R rezisztencia tartja a kapcsolatot. Ez szintén egy koncentrált paraméterű, vagy ha úgy tetszik, egy pontszerű modell. Nem foglalkoztunk az ellenállásnak a különféle adataival, hogy az például hogyan készült, milyen anyagból készült, hogy helyezkedik el a feltekercselt húzal, stb. Ilyen kérdésekkel nem foglalkoztunk, mert a modellezési szintben, a villamosság tanban tanult modellezési szinten erre nem volt szükség. Ezt a sort még lehetne folytatni, ezek gyakorlatilag a lehető legegyszerűbb modellek, amelyek például a fizikában, jelen esetben az elektrodinamikában, az elektrotechnikában használható. Lényeges az, hogyha például vesszük a gerjesztés frekvenciáját, ugye amit F-fel jelölünk, például egy villamos hálózatra kapcsolt színuszos feszültségforrásnak a frekvenciája, és vesszük például a fénysebességet, lehető legegyszerűbb esetben, akkor a kettő között a C egyenlő F-szer lambda tartja a kapcsolatot, ahol lambda a hullámhoz. A lambda tehát C per F, amely rendkívül fontos ebben az esetben, és hogyha a hétköznapi értelemben, a hétköznapi életben vett frekvenciát, az 50 Hz-et vizsgáljuk, akkor mindjárt érteni fogjuk, hogy miért érdemes a koncentrált paraméterű modelleket ott alkalmazni. Tehát itt a lambda az C per F, tehát 3x10 a 8-on osztva 50-nel, ugye 50 Hz-el, az elég nagy értéket ad, az 6000 km-t fog eredményül adni, azonban számoljuk ki, tehát 3x18-on osztva 50-nel, azt lehet látni, hogy 6 millió méter kaptunk eredményül, ami 6000 kilométer. A 6000 kilométer az roppant nagy érték. Hogyha ezt a 6000 kilométer például egy színusz hullámban szeretnénk lerajzolni, akkor érzékelhető, hogy mellette akár egy kisebb falu is eltörpül, tehát nagyon kicsi például egy városnak, egy falunak a nagy L-lel jelölt mérete a hullámhosszhoz képest, és azt mondhatjuk nyugodtan, hogy a feszültség és az áram minden egyes helyen, minden egyes konnektorban, minden egyes fogyasztón ugyanakkora értéket vesz fel minden egyes időpillanatban, hiszen maga kiterjedése az sokkal-sokkal kisebb, mint a hullámhossz. De gyakorlatilag, hogyha a gerjesztés frekvenciájához tartozó hullámhossz az jóval nagyobb, mint egy valamilyen villamos berendezésnek egy jellemző mérete, akkor nyugodtan használhatjuk a koncentrált paraméterű hálózati modelleket, nem érdekes az, hogy rajta hogy alakul a feszültség. Azonban, hogyha frekvenciát növeljük, és mivel ez a nevezőben található, a hullámhossz egyre kisebb és kisebb lesz. Próbáljuk ki például 1 GHz-hez tartozó
hullámhosszot meghatározni. Tehát a lambda az c per f, vagyis 3 x 18-on méter per szekundum osztva 1 GHz, az 19-en. Hogy ne rontsam el, számológéppel számolok, 3 x 18-on osztva 10 a 9-en, ez 0,3 méter. Tehát mindössze 30 cm-ről van szó, és így tovább. Azonban ezzel kell az értékekkel, tehát a gigaherces tartományban már egy kis asztalon elhelyezkedő áramköri moduloknak a mérete is összemérhető ezzel a hullámhosszal. Ez nagyon lényeges. Ilyenkor már a koncentrált paraméterű modellekkel történő számolások, számítások rossz, helytelen eredményre fognak vezetni, és ez az, ami elvezetett ahhoz, hogy az úgynevezett elosztott paraméterű hálózati modellekkel foglalkozzunk. Ez egy kicsit furcsa lesz, más gondolkodás kell az elosztott paraméterű modellekkel történő számoláshoz, mint a koncentrált paraméterűhöz, de ennek egyszerűen az az oka, hogy ezt már nagyon jól megszoktuk a fizika különféle ágaiban, illetve a villamosságtanban, vagy a rendszerelméletben, azonban az elosztott paraméterű modellekkel még nem foglalkoztunk. Azonban elárulom azt, hogy az elektrodinamikában végig elosztott paraméterű modellekkel foglalkoztunk, mert ha meggondoljuk azt, hogy a mágneses térerősség, most csak egy példát veszek, az a helynek és az időnek a függvénye, akkor a H értéke helyről helyre változik, tehát mindenütt más értéket fog felvenni, és azt is láttuk, hogy ehhez parciális differenciál egyenletekre van szükség, amelyek ezt a fajta leírást, vagyis az elosztott paraméterű modellek alkalmazását biztosítják. Ha veszünk egy ilyen úgynevezett tápvonalat vagy távvezetéket, legegyszerűbb eset például egy koaxiális kábel vagy koaxiális tápvonal, amelyet nem lehet egy egyszerű vezetőpárként figyelembe venni, hogyha a frekvencia értéke ezt szükségessé teszi. Ennek tehát van egy belső ere, van egy külső ere, amely árnyékolásul is szolgál, és a kettő között itt található a dielektrikum, a szigetelő, hogy azt már nagyon jól megszoktuk. Most ennek a kábelnek, de az összes többi kábelnek, amely ilyen tápvonal elméleti kérdésekben előfordul, lesz ellenállása, induktivitása, átvezetése és kapacitása. Ezek nagyon lényeges adatok egy tápvonal szempontjából, de ezt most úgy fogjuk elképzelni, hogy a távvezeték mentén az ellenállás, az induktivitás, az átvezetés és a kapacitás valamilyen módon eloszlik. Méghozzá egyenletesen fog eloszlani. Úgy fogjuk képzelni, hogy egy ilyen távvezeték vagy tápvonal mentén az ellenállás kicsiny szakaszokban ugyanakkora. Ennek a mértékegysége tehát ohm per méter lesz, ez nagyon lényeges. Sokszor könyvekben ezt R-vesszővel szokás jelölni, ettől a vesszőtől eltekintenék, és csupán R-rel jelölném, de tudjuk azt, hogy távvonal elméletben ez ohm per méter mértékegységgel bír, ami ugye azt jelenti, hogy méterenkénti, tehát hosszegységre vonatkoztatott ellenállásról van szó. Ennek oka egyszerűen az, hogy egy távvonal például rézvezetékből készül, és ennek a réznek nagyon jól ismert rószor L per A ellenállása van, amelyet ugye a korábbi elektrodinamikai tanulmányainkból ki tudunk számolni. Az induktivitás abból adódik, hogy ez gyakorlatilag egy vezető hurok, és a vezető hurok bizonyos frekvenciánál, amely most számunkra rendkívül fontos lesz, egy hurkot fog képezni, és tudjuk azt, hogy egy hurkot, hogyha veszünk, azon a fluxus, hogyha áthalad, és az változik az időben, akkor itt induktivitás lesz mérhető. Ennek számításával is foglalkoztunk korábban néhány példa kapcsán. A mértékegysége a Henry per méter lesz. Vissza lehet emlékezni, hogy például 1 méter hosszúságú koaxiális kábelnek számoltuk ki valamikor az induktivitását. Ez a méterenkénti induktivitást jelentette, és ennek oka ez a bizonyos csatolás. Az átvezetés. Az átvezetés rendkívül fontos, ugyanis a valóságban ideális szigetelő nem létezik, és ennek a szigetelőnek a szivárgási árama rendkívül fontos. És a szivárgási áramot ezzel az átvezetéssel lehetne jellemezni, aminek a mértékegysége Siemens per méter.
Néhány példát oldottunk meg, amikor például a gömbkondenzátornál, koaxiális kábelnél ezt a bizonyos G átvezetést számoltuk ki. Végezetül marad a kapacitás. A kapacitás talán az ellenállás után a legegyszerűbb fogalom ebben a témakörben, ugyanis van két egymással párhuzamos vezető felület, amelyek értelemszerűen egy kapacitást fognak alkotni, hiszen azokon a töltés halmozódik fel, mértékegysége farád per méter lesz. Elektrostatikában számos ilyen elrendezést számoltunk ki. Tehát R, L, G és C paraméterek, amelyek le fogják írni egy ilyen tápvonalnak vagy távvezetéknek a működését, viselkedését. Nagyon sokszor tehát R vesszővel, L vesszővel, G vesszővel, C vesszővel jelölik, ahogy említettem, a vesszőt el fogjuk hagyni ebben a témakörben. Azt fogjuk észrevenni, legalábbis nagyon sok kísérletben, amely elvezetett ehhez a bizonyos tápvonal elmélethez, azt vették észre, hogyha van egy generátor, és van egy fogyasztó, amelyeket egy ilyen távvezeték köt össze, amely kellően hosszú, akkor a távvezeték mentén a feszültségnek és az áramnak nem csak az időfüggvénye változik, nem csak az idő szerint változik pontosabban, hanem a helytől is a különböző helyeken más és másképp fog viselkedni a feszültség és az áram. Tehát a feszültség nem csak időfüggvény, hanem majd lehet látni, egy helytől is függ, tehát U az UZT lesz, az áram szintén IZT, tehát kétváltozós függvény, ahol T az idő, Z pedig a távvezeték mentén a távvezeték hossza, ezt Z betűvel fogjuk jelölni, Z egyenlő 0 helyen lesz tehát a generátor, Z egyenlő L helyen pedig a fogyasztó, ahol L, kis L a távvezetéknek a hosszát jelenti. Most a korai időszakokban nyilván ez valamiféle távírászat volt. Ma nagyon sokan a távvezeték szóból a nagyfeszültségű távvezetékre gondolnak, de alapvetően inkább mikrohullámú áramköri elemeknek nagyon fontos építőköve egy ilyen tápvonal. Nagyon sokféle kivitele van, koaxiális kábel, például lehervezeték, a különféle szalagtápvonalak, stb. Stb. Ezek azonban a mikrohullámú technikának a témakörébe esnek. Azt mondtuk, hogy az ellenállás, az induktivitás, az átvezetés és a kapacitás valamilyen módon elosztódik a távvezeték mentén. Így is van, ugyanis azt fogjuk tenni, hogy egy Z helyen kiveszünk egy nagyon kicsi darabot, ezt a kicsi darabot DZ-vel fogjuk jelölni, ahol a D az arra utal, hogy gyakorlatilag ez a hosszúság nullához tart, idegen szóval ez az infinitezimális darab, amely rendkívül fontos a következők szempontjából. Tehát infinitezimálisan kicsiny távvezeték darabot veszünk, és az lesz az egész számításunknak a lényege, a közelítésnek, a modellnek a lényege, hogy egy ilyen infinitezimálisan kicsiny darabot koncentrált paraméterű modellel fogunk leírni, amelyben lesz egy ellenállás, egy induktivitás, egy átvezetés és egy kapacitás. Tehát még egyszer, az ellenállás ennek a vezetéknek az ellenállását reprezentálja. Az induktivitás azért alakul ki, mert itt létrejön egy hurok, és ez a hurok feltétlenül át fog ölelni valamilyen fluxus és fluxus változást, ami induktivitásban jelenik meg. Lesz egy átvezetés a két vezeték között, ugyanis a két vezetéket elválasztó szigetelő anyag nem tökéletes, és lesz egy kapacitás, hiszen minden esetben két vezeték van, amely valamilyen módon ugye töltések felhalmozására képes. Tehát a következőkben egy ilyen infinitezimálisan kicsiny vezeték darabnak, távvezeték darabnak a viselkedését fogjuk vizsgálni, és a következő modell lehet felállítani ennek érdekében. Ahogy lehet látni, egy ellenállás tartalmaz ebben a vízszintes ágban, egy induktivitás szintén a vízszintes ágban, amely arra lesz kiválóan alkalmas, hogy ezen pont és ezen pont között, ne felejtsük, hogy ez egy DZ darabja a távvezetéknek, feszültségesést hoz létre, ómos feszültségesést és induktív feszültségesést. Továbbá itt láthatunk egy átvezetést, amelynek eredménye az lesz, hogy az áramnak egy része
mintha erre átfolyna, illetve töltések halmozódnak fel egy kapacitás tükrében. Tehát ez a modell nagyon kiválóan tükrözi az előbb elmondottakat. Rá is írnám az egyes paramétereket. Ez lenne az RDZ, ez lenne az LDZ, ez a GDZ, ez pedig a CDZ. Ne felejtsük, hogy az R-nek, L-nek, G-nek és C-nek méterenként van kifejezve. Méterenként fejezzük ki a mértékegységét, ohm per méter, Henry per méter, Siemens per méter, farád per méter, és ha ezt beszorozzuk DZ-vel, aminek a mértékegysége méter, akkor ezek a nevezőben lévő méterek kiesnek, tehát gyakorlatilag itt ohmot, Henryt, Siemenset, illetve farádot fogunk kapni. Ugye nagyon lényeges, hogy ez egy DZ darabnak a hosszúságát jelenti. Ennek a DZ darabnak az elején felvesszük a feszültséget, amit U-val jelölünk, és itt van egy befolyó áram, az I. Azt mondtuk, hogy ez a feszültség is, meg az áram is megváltozik a távvezeték mentén, és egy nagyon kicsit fog megváltozni, amíg ezen a DZ szakaszon átmegyünk. U plusz delta U-val jelölöm, illetve I plusz delta I-vel. Megváltozik azért, mert a távfonal mentén, hogyha végig mennénk, akkor azt vennénk észre, hogy a feszültségnek és az áramnak nem csak az időfüggvényében fog megváltozni, hanem attól is, hogy a távvezeték mentén hol helyezkedünk el. És ezt így fogjuk kifejezni, és tovább lehet írni, hogy az az U plusz parciális derivált du per dz dz, illetve az áram I plusz DI per DZ DZ. Tehát, hogy említettem, az áram is, meg a feszültség is megváltozik, és a távvezetéknek egy kicsiny szakaszának elejétől a végéig, hogyha megyünk, akkor a megváltozás pontosan DU per DZ szorozva DZ-vel, illetve DI per DZ szorozva DZ-vel. Tehát ez a szakasz darab, ahogy átmegyünk a távvezeték kicsiny szakaszának egyik helyéről a másikra, az ebben a delta DZ-ben található, gyakorlatilag egy delta Z, ami nullához tart, és azért változik meg, mert az áram is, meg a feszültség is a Z-nek függvénye, tehát nagyon lényeges, hogy az U egyenlő U, Z, T, és az I egyenlő I, Z, T két változós függvénye, és emiatt itt parciális deriválást kell alkalmazni. Ezekre úgynevezett telegráf egyenletet fogunk tudni felírni. Tehát nagyon lényeges, hogy egy ilyen kicsiny vezeték darabra el fogunk jutni a telegráf egyenlethez. Telegráf egyenlet, vagy más szóval távíró egyenlet, amely tükrözi azt, hogy ezt milyen korszakban írták fel. Tehát nyilván, amikor a távíró vezetékeket fektették, amelyek kellően hosszúak voltak, és nem túl jó minőségűek voltak ahhoz, hogy valamiféle változás itt létrejöjjön. Írjunk fel ide egy csomóponti törvényt, így megkapjuk az egyik egyenletet. Ugye láthatólag van egy befolyó áram, az I. Ezért ezt mínusz I-vel jelölöm, tehát a befolyó áramokat negatív előjellel, a kifolyó áramokat pedig pozitív előjellel vesszük. A kifolyó áram itt I plusz DI per DZ DZ, ezt így írom. És van még két elfolyó áram, az egyik ezen az átvezetésen, a másik pedig a kondenzátoron. A GDZ darabon átmenő áramot U-val írom. Tehát nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy ez egy közelítés itt, hogy azt mondjuk, hogy itt a feszültség értéke U. Tehát ez a feszültség, ami esik ezen a darabon, pedig ez nem igaz, mert ezen a kettő elemen a feszültség értéke U plusz delta U. De ezt el fogjuk hanyagolni, hogy a távíró egyenletünk, a telegráf egyenlet egyszerűbb alakot vegyen fel. Meg lehet próbálni, hogy ezt az alakot írjuk bele, azonban az ezen tagból származó komponenseket el fogjuk hanyagolni. Ez egy közelítés, ezt nagyon fontos tudni, hogy ebben az esetben egy közelítéssel élünk, de ez nem is olyan rossz, hiszen ez a DZ darab nagyon kicsi, tehát attól, hogy U-tól U plusz delta U-ig eljutunk, ez a delta U alapvetően egy nagyon kis értéknek gondolható,
és ebből kifolyólag, hogy egyszerűbben legyen a felírás, ezen az elemen ezt a feszültséget vesszük, tehát ez itt egy nagyon fontos közelítés, elhanyagolás. A kondenzátor árama CDZ, az pedig, ugye, ha visszaemlékezünk villamosságtanból, IC az a C-szer DU per DT kondenzátor feszültsége, és szintén ezzel a feszültséggel fogunk itt számolni, DU per DT, és ez egyenlő lesz nullával. Lehet látni, hogy néhány dolog kiesik. Az I az kiesik, és hogyha ez kiesik, akkor ezek a DZ darabok is ki fognak esni, és azt fogjuk eredményül kapni, amit ide írok, most már pirossal, mert egy lényeges képlet, hogy DI per DZ az egyenlő mínusz G szer U, és mínusz C szer DU per DT. Tehát ezeket az elemeket átvisszük erre az oldalra. Ez nagyon jól tükrözi, hogy az áram megváltozása a hely függvényében az azért történik, mert egy része az áramnak elfolyik ezen az átvezetésen, illetve, ha úgy tetszik, ezen a kapacitáson. Tehát ez az egyenlet egy rendkívül fontos egyenlet. A másik, amit felírunk, az egy Hurok törvény lesz erre a Hurokra. Tehát ez volt az első egyenlet. A második egyenlet a Hurok törvény. A Hurokban körbejárunk, ez a feszültség ellentétes vele, tehát mínusz U, és hogyha haladunk tovább ezen az elemen, az ellenálláson, ugye Ohm törvénye értelmében RDZ szorozva I feszültség fog esni, ezen pedig, ahogy ide írtam, a tekercs feszültsége az az L szer DI per DT lesz, tehát azt írom, hogy LDZ szorozva DI per DT, és hogy tovább haladunk a Hurokban, ehhez a feszültséghez fogunk eljutni, ami U plusz DU per DZ DZ. És ez nullát fog adni, és ahogy az előbb, itt is számos elem ki fog esni, először is az U feszültség, és a maradékban a DZ fog kiesni, és egy nagyon hasonló egyenletet fogunk kapni, csak most DU per DZ-re, ahogy látható, a DU per DZ átrendezve mínusz R szer I és mínusz L szer DI per DT. Ez lenne a második egyenlet, ami azt mondja, hogy a feszültség megváltozik a hely mentén azért, mert egy része a feszültségnek esik ezen az ohmos ellenálláson, a másik pedig ezen a soros induktivitáson. Tehát itt létrejött egy soros RL-kör, itt pedig egy párhuzamos RC vagy GC kör, hogyha úgy tetszik. Tehát a két egyenletnek a bal oldalán DI per DZ és DU per DZ van, tehát az egyik az áram megváltozását, a másik a feszültség megváltozását írja le, és hogyha ezen összefüggések mellé képzeljük ezt a egyszerű modellt, akkor könnyű megjegyezni, mert itt mínusz G szer U és mínusz C szer DU per DT van ezen a két tagon, tehát emiatt változik az áram, és a soroságban az R szer I és az R szer DI per DT miatt változik meg a feszültség. Tehát ez a két egyenlet, amely lehet látni, hogy egy bonyolult egyenletrendszer a viszonylag egyszerű alak ellenére, azért, mert az áramnak is, meg a feszültségnek is a hely szerinti deriváltja is, illetve az idő szerinti deriváltja is tartalmazza, de úgy, hogy d per dz a másikban d per dt van, és fordítva itt láthatunk du per dz-t, itt pedig du per dt, tehát csatoltak ezek az egyenletek, tehát egyiket a másik nélkül nem lehet megoldani, elég bonyolult ennek a megoldása, és pontosan ezen oknál fogva mi itt csak szinuszos esetre korlátozzuk a megoldást, illetve a vizsgálatokat. Az ilyen megoldása, az ilyen egyenletek megoldása, hogy általánosan különféle numerikus technikákkal lehetséges, amelynek megfelelően különféle tantárgyak léteznek numerikus technikákra. Azonban, hogyha elvonatkoztatunk erről, és azt mondjuk, hogy csak szinuszos esetre korlátozzuk a vizsgálatainkat, ami egy nagyon fontos eset, akkor látni fogjuk, hogy jóval egyszerűbb papíron kézzel megoldható eseteket is kapunk, amely például a mikrohullámú technika számára rendkívül fontos. De ne gondoljuk azt, hogy csak a szinuszos esetre korlátozva különféle
nehézségekbe fogunk ütközni, ugyanis, hogyha gondolunk a Fourier sorfejtésre, akkor a színuszos áramokat, illetve színuszos feszültségeket, hogyha összeadjuk megfelelő amplitúdóval és frekvenciával, akkor tetszőleges periódikus jel leírható, sőt a Fourier transzformáció segítségével különféle gyakorlatban előforduló esetekkel is tudunk foglalkozni. Tehát az, hogy mi most színuszos esetre szorítkozunk, az semmiképpen sem jelent visszalépést, de nagyon fontos tudni azt, hogy a további esetekben sokkal többet kell számolni, mi itt a gyakorlati esetek számára szükséges alapokat fektetjük le. A színuszos számításnál a komplex csúcsokkal történő számításra fogunk áttérni, ami azt jelenti, hogy az áram helyett, a kis ível jelzett áram helyett nagy I-t fogunk jelölni, ami már nem függ az időtől, hanem csak a helytől fog függeni. Egyszerűen azért, mert ahogy jelek és rendszerekben ezt tanultuk, a színuszos áram helyett komplex csúccsal fogjuk leírni azt, a feszültségnél szintén UZ-t fogunk használni, és hogy kevesebbet kelljen írni a továbbiakban, ezért nem azt írom, hogy I komplex csúcsérték, hanem egyszerűen nagy I betűvel fogjuk jelölni ezt a komplex mennyiséget, és itt is nem U felülvonás, hogy egy komplex szám és csúcsérték, hanem egyszerűen egy nagy U betűvel, ami arra utal a későbbiekben, hogy itt komplex számokról van tehát szó. Röviden azért hadd mondjam el, hogy ha a feszültség UZT függvénye, de hogyha vissza akarunk térni csak jelek és rendszerekhez, akkor az mindig egy csúcsérték szor koszinusz omega t plusz egy alfa szög volt, és hogyha lineáris rendszerrel van dolgunk, már pedig a lehető legegyszerűbb esetben lineáris rendszerrel van dolgunk, akkor a gerjesztés omega körfrekvenciával rezeg valamennyi feszültség és áram, tehát ez az omega t megmarad, viszont ami megváltozik, az az U csúcsérték, illetve a kezdő fázis, és ezt a kettőt össze lehet vonni egy Euler alaknak megfelelően, egy U csúcs EAD alfa komplex mennyiségé, amely a számításokat jelentősen megkönnyíti, nem kell tehát időfüggvénnyel foglalkoznunk, hanem egy komplex számmal kell foglalkoznunk, és praktikusan olyan számítási módszerek vannak, mint például egyenáramú hálózatokra, tehát ez nagyon fontos esetleg feleleveníteni, hogyha valakinél ez az ismeretanyag elveszett. A mi esetünkben az idő mellé bekerül a Z helyfüggés, aminek eredménye az lesz, hogy a komplex csúcs az most már a helytől fog függeni, itt egy konstans, ha úgy tetszik, itt viszont a helytől fog függeni az U csúcsérték is, illetve a Z, az alfa, tehát a fázis is ettől fog függeni. Tehát ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. Nagyon lényeges az, hogy itt időszerinti deriválás van, hogyha időszerinti deriválásnál a di per dt-t képezzük, akkor jól tudjuk, hogy az j omegával való szorzássá egyszerűsödik, természetesen igaz ez a feszültségre is, azt kapjuk, hogy j omega i, illetve j omega u, tehát ez a tag itt jelentősen egyszerűsödik, és most már azt írhatom, hogy a di per dz, tehát nagybetűvel, bocsánat, di per dz, ez már sima közönséges derivált lesz, ugyanis itt az időt gyakorlatilag a komplex csúccsal kiejtettük, az egyenlő mínusz g szer u, mínusz j omega c szer u. Ezt kaptuk az első egyenletből, a másodikból megint elrontottam, tehát közönséges deriválás, az mínusz r szer i és mínusz j omega l szer i. Tehát gyakorlatilag a távíró vagy telegráf egyenletek komplex csúcsokkal kifejező következő alakot fogják felvenni, mínusz g plusz j omega c szer u, a du per dz pedig mínusz r plusz j omega l szorozva i-vel. És ezzel a két egyenlettel a következőkben már tudunk boldogulni, tudunk rá számítási módszert nyújtani. Ennek a megoldása tehát viszonylag egyszerű, ennek a megoldása bonyolultabb, és mi most csak a tantárgy keretében csak ezzel a két egyenlettel fogunk foglalkozni a következőkben.
Azt még elmondom, hogy ez a G plusz I omega C, ahogy említettem, egy párhuzamos GC vagy RC kör, egy párhuzamos admittanciát jelent. Ez az R plusz I omega R, ahogy lehet látni, egy soros RL körnek a soros impedanciát jelenti. Tehát ez egy admittancia, ez pedig egy impedancia, nyilvánvalóan azért, mert ez feszültséggel, ez pedig árammal szorzódik. Tehát ne felejtsük, hogy ez csak színuszos gerjesztésre lesz igaz ez a leírási mód, és javaslom áttekinteni a komplex számítási technikát is a későbbiek számára.